internet tele van olyan cikkekkel és útmutatókkal, amelyek azt taglalják, hogy miképpen lehetünk írók, és mi több, mi kell ahhoz, hogy valaki jó író legyen. Az első fontos lépések gyakorlatilag egy mondatban összefoglalhatóak. Ha valaki tehetséget érez magában, az olvasson sokat, és írjon sokat. Na de vajon ez mire garancia? Egyáltalán fel lehet-e tenni mindent az írói lét lapjára? Hol és hogyan található meg az a határ, amely a hobbiírás és a szép irodalom között húzódik? Mi vár a fiatal írókra az iskolai, szakmai oktatáson túl? Milyen kihívásokkal kell szembenéznie annak, aki nem csak a fióknak szeretne írni? 15-20 évvel ezelőtt sokkal több ember próbálkozott irodalommal, és sokkal több ember próbálkozott verset, prózát, drámát írni. Most egy kicsit így el van különülve, hogy tehát akinek ez megy, mert vagy otthonról kapta, vagy olyan magyar tanárnője volt, vagy egy olyan környezetben volt, az már tud néhány dolgot, aki meg nem, az meg nem. És különben ugye pontosan erről szól az egész történet, hogy nincs erre módszer és nincs erre szabály. Tehát az, hogy nyitunk egy iskolát, vagy nyitunk egy képzést, az mindig azt jelenti, hogy 2-3 ember, aki különben is ügyes, az jut valahonnan, valahova, a többi meg úgysem. Mi itt egy kicsit Erdélyben túlértékeljük a tehetséget. A tehetségtől mindig azt várjuk, hogy kevés tudása, kevés olvasása, kevés befektetett energiával, úgyis visszakézből. És akinek ez nem megy egyből, te hülye vagy fiam, téged letácsolunk, te mehetsz, és akkor holott azt gondolom, hogy ez nem így van. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy fiatalok tizenévesen ilyen robbannak. Tehát ez az érettségi körül meg első év egyetemen, amíg ott aztán ki nem oktatják őket, hogy semmit nem ír, amit tudsz. De hogy az elején hihetetlenül nagy fénycsóvával megy az üstökös, és aztán a lemorzsolódás az pedig nagyon gyorsan történik. Manapság sokkal könnyebb egy pályakezdőnek, tekintve, hogy interneten elég sok megnyilatkozási, megjelenési lehetőség van, ha más nem, akkor úgy, hogy saját blogot indít az ember, és ott gyűjti a lelkes drukkolókat, úgyhogy azért ahhoz képest, hogy mondjuk milyen helyzetből indultak a forradalom előtt a mai nagyöregek, vagy hogyan indultunk mi, akik a forradalom után voltunk pályakezdők, azt hiszem, hogy manapság könnyebb feltűnni, vagy megjelenni, mint kezdőíró, viszont talán nehezebb utána érvényesülni, tehát nehezebb a státust fönntartani, megszerezni, könnyebb fönntartani, úgy látom, hogy nehezebb, mint annak idején. Van 4 folyóirat, ami rendszeresen közöl irodalmi szövegeket. Ez a Látó, a Helikon, a Székelyföld és a Várad. A korunkban viszonylag ritkábban vannak szép irodalmi szövegek, és még vannak az alkalmi, nem is az alkalmi, hanem azok a lapok, amelyeknek nem kimondottan szép irodalom a tematikájuk, de például a Népújságban is, vagy a Hepehupában, vagy a Szatmáron megjelenő Sugárútban, vagy egyáltalán. Tehát azt gondolom, hogy lapok vannak. Könyvkiadók is bőséggel vannak, tehát a Bukárt, a Lektor, a Koinónia, a Mentorkönyvek, hanem tudom még akárhány kiadó, ahol mindenütt megjelenhetnek. Tehát, hogyha ma valaki fiatalon szépirodalmi szövegek alkotására érez indítatást, akkor van, ahol megjelennie Erdélyben. A probléma nem ez. A probléma az, hogy a magyarországi folyóiratok és a magyarországi könyvkiadók még mindig egy jobb összegű honoráriumot fizetnek, mint az erdélyek. És ugye van ez az áldatlan történet, hogy a Erdélyben az embernek megjelenik egy könyve vagy egy szövege, akkor tehetséges. Ha Magyarországon is megjelenik, akkor a falujában elhiszik, hogy ő író. És ezen az aránytalanságon igazából nem tudunk változtatni. A másik nagy probléma, hogy Erdélyben az eklézsiák és a közbirtokosságok és az egyházak és a nagy pénzeket mozgató egyedek és intézmények viszonylag szükkeblően támogatják az irodalmat. Tehát az e-kommunitás alapítványt leszámítva gyakorlatilag nincs irodalmi ösztöndíj. Az is a 35 évesekkel befejeződik. Aki 35 évet elrúgta, az már nem fiatal író, az már öreg író.
hogy aztán miből fizette ki a villanyszámlát, az már a magánügye. Tehát van is minden, és nincs is. Ez nagyjából a keret. Na de mit szólnak mindehhez a fiatal pályakezdők? Milyen harcokat vívnak erdélyi magyar fiatal íróként? Hogyan indulnak a pályán? Miután szinte 10 év után visszajöttem Magyarországról, én úgy érzem, hogy itt áldásabb. Ez most egy ilyen nagyon szubjektív dolog, mert hogy nekem benne van az, hogy sikerült hazajönni, sikerült itt, vagy sikerülőben van egyfajta otthon kialakítani, és hogy ez nagyon hozzáad az íráshoz. Tehát, hogy ettől így sokkal könnyebb, sokkal jobb maga az írás élmény, és a közeget is másnak érzem, mint Magyarországon. Tehát nemrég volt egy beszélgetés, egy hervai est, és ott is felmerült ez a kérdés, hogy vajon hol könnyebb vagy jobb fiatal pályakezdő írónak lenni Magyarországon vagy itt, és nyilván ezt ahányan felelünk rá, annyiféle válasz lesz, de hogy szerintem ez egy befogadóbb közeg. És ez így egy melegebb közeg, vagy tehát ide még annyira nem szivárgott be ez a melyik oldalon állsz, nagyon szigorúan. Tehát itt is már azért ezt meg lehet figyelni a közéletben, meg a kultúrában, de hogy szerintem az irodalmi életben fiatal pályakezdőként sokkal könnyebb itt így kényelmesen belehelyezkedni az irodalmi közegbe. Én nem csak az írásban, én azt gondolom, hogy minden mesterségben, és ez most ugye a szó nemes értelmében vett mesterségben, kell az, hogy az embernek legyen tanítója, mentora, és én ezt itthon találtam meg, úgy érzem. Tehát, hogy így a látó körül erre nagyon jó lehetőségek vannak, és nagyon befogadóak, és tényleg olyan beszélgetések, kötetlen beszélgetések zajlanak, tehát elvégezhettem volna még kétszer a magyar szakot, és nem jött volna ez a fajta tudás és megértés. A kritikusi énemre gondolok, akkor olyan helyekre írok, mint a Helikon, a Látó, régebb a Korunkba is írtam kritikát. Most indult egy új portál a Könyvterasz címmel, oda is írok. Jelenleg a Látónak vagyok a szerkesztője, ezt februárban kezdtem, úgyhogy szerkesztő is vagyok, nagyon kezdő szerkesztő. Még fordítani is szoktam esszét, filmfeliratot, kontrollszerkesztésbe is besegítek, ha úgy van, a Lektor kiadóval is több projektben együttműködtünk most már, úgyhogy így elég sokféle, korrekturázni is szoktam, szóval így eléggé szerteágazó az, hogy mivel foglalkozom. Minden, amilyen irodalmi apró munka, az belefér. Úgy indult, hogy az intézmények, amelyekhez tartoztam, ott láttam meg ezeket a lehetőségeket, vagy ezek az intézmények kínálták fel. Bölcsészkarra jártam, és nagyon jó lépés volt, hogy már első éven beiratkoztam a Láthatatlan Kollégiumba, ami a bölcsészeknek a szakkollégiuma, és akkor ott volt egy ilyen kötelezettsége a tagoknak, hogy írjanak évi egy kritikát a Helikonba. A Helikonnak volt egy ilyen az LK-sok számára feltartott rovata, kritika rovata, és akkor úgy kezdtem, hogy bevállaltam, hogy odaírok egy kritikát, azt sem tudtam, hogy kell, de valahogy megcsináltam, és nagyon sokat számított az, hogy a kritika rovat szerkesztője Demeter Zsuzsa mondott egy ilyen biztató mondatot, hogy na ez jól sikerült, szeretnék-e még továbbra is írni, mert mindig szükség van jó tollú emberekre. És akkor így folytatódott, és aztán, hogy gondolom észrevették mások is, Balázs Imre József is tanított, ő is akkor aztán felkért, hogy a Korunkba is próbáljak én, és akkor így tulajdonképpen elindult egy kis hógolyó, és aztán így növekedett, és kialakultak így a kapcsolatok. Én ugye a kolozsvári Bábesbolyai Tudományi Egyetem bölcsészkarán végeztem, és rögtön miután lejárt a 3 év alapképzésen, elkezdtem dolgozni egy irodalmi folyóiratnál, a Helikonnál. Tehát engem úgymond belecsöppentem egy már kész, meglett nagy múlttal rendelkező, akkor pont 30 éves irodalmi közegbe. Nem mindenki ilyen szerencsés sajnos, és ezért lenne érdemesebb odafigyelni arra, hogy milyen helyzetük vannak mondjuk a fiatal, feltörekvő irodalmi projekteknek. Gondolok itt például a Szent című folyóiratra, a Hervai Klubra, a különböző non-profit szervezetekre.
A Helikon folyóirat az a romániai írószövetséghez tartozik, ezért ott nyilván egyfajta stabilabb alappal rendelkezünk. Viszont, hogyha egy fiatal magától irodalmi lapot indítana, akkor nagyon sok adminisztratív és ilyen-olyan buktatóval kellene szembenéznie. Nagyjából másodéves egyetemista lehettem, amikor elkezdtem publikálni, pont a Helikonba. És nagyon örültem a honoráriumaimnak, nagyon örültem a figyelemnek, elismerésnek, amikor már végre átmentem ezen a blokádon, és sikerült publikálnom. És nagyon fontos volt a visszajelzés és a műhely jelleg, ami itt Kolozsváron működött. Itt volt a Bretterkör, ami egy nagyon jó műhely volt annak, hogy megbeszéljük a szövegeket, azt is, ami működik bennük, azt is, ami nem. És úgy gondolom, hogy ez is a most már Breda kör néven futó rendezvénysorozat is nagyon sokat segített a fiataloknak. Ez sajnos, mint annyi minden más, a koronavírus egy kicsit kicsinálta, de nem mondanék le róla teljesen. És ugyanilyen rendezvény volt a Hervai Klub is, amit említettem. És ami újraindult a koronavírus után, Marosvásárhelyen pont volt egy hervai estünk, viszont a beltelek lezárásával az is megszűnt. A koncepció pont az volt, hogy bemutassák ezeket a fiatal szerzőket, nem feltétlenül az, hogy kivesézzék őket és kritikával illessék a szövegeiket. A Kultúrcsap kamerája látható először a Címtelen Föld című kötetet, melyben fiatal íróknak biztosítottak megmutatkozási lehetőséget. Az erdélyi fiatal metamodern líraként emlegetett antológiában olyan szerzők művei szerepelnek, akik a 2010-es években kerültek az irodalmi életbe. Fiatal, vagy már a középkorúságba hajló költők verseit tartalmazza, úgyhogy akik nem jutottak még kötethez, azok számára nyilván az ilyen jellegű antológiák jelentik a lehetőséget, és ezek néhány évenként rendszeresen megjelennek már a forradalom óta itt Erdélyben, tehát egy-egy generáció mindig kikalapálja magának a megfelelő antológiát. Az írók, költők életében nyilván az első nagy lépés, az első kötet megjelenése, a bemutatkozás. Markóczi Urácz Dórának nem sokára verses kötete jelenik meg, Imre Eszternek 2019-ben jelent meg első kötete az Attraktor kiadónál, Luca napi mesék címmel. Az új lámpagyújtogató érkezésének évére kemény telet jósoltak a falu asszonyai. Az első hó pedig el is hozta magával az ígért telet. Elfagyott a víz a csövekben, és a falu utcáját nehéz jégtakaró borította. Klárának a falu susztere készítette a csizmáit, melyeknek talpa nem csúszott sem a kora reggeli jégen, amikor a lány végigjárta az utcát, hogy a lámpákat eloltsa, sem pedig az esti fagyott úton, amikor egyik lámpától a másikig vitte a lángot. Csupán két ember tudta róla, hogy honnan érkezett. A falu végében lakó öreg házaspár, akiknek időtlen idők óta az volt a dolguk, hogy évente elhozzák az új lámpagyújtogatót. A faluban ugyanis emberemlékezet óta nem járt olyan lámpagyújtogató, aki egy évnél tovább maradt volna. Távozásuk, ahogy érkezésük is, mindig különös volt. Réges-rég elfogadottá vált a nézet, miszerint a lámpagyújtogató személye átkozott, ezért is tiltották a vének, hogy a falu lakói közül vállalja valaki a feladatot. Én nagyon-nagyon szerencsésnek gondolom magam, és ez az egész történet ilyen nagyon szépen alakult. Tehát én amikor eldöntöttem, hogy na most akkor ebből lesz egy kötet, akkor nekem nem volt még kiadóm, és fogalmam sem volt arról, hogy lesz ebből kötet, hogy lesz megjelenés, de úgy voltam vele, hogy majd átmegyünk a hídon, hogyha a folyóhoz értünk, és már így kb. Félig volt kész a kötet, és már készültem hazaköltözni, gyakorlatilag az utolsó heten volt Budapesten, amikor így teljesen véletlenül megismerkedtem valakivel, akivel így szóba jött, hogy ki mivel foglalkozik, jaj, ő is ír, ő is fordít, és mondta, hogy hát igazából ő 7 éve dolgozik egy kiadónál, ahol éppen valami friss új hangot keresnek, és hogy megmutatnám-e a kéziratot. És így mondtam, hogy persze, de hogy nem, még akkor sem gondoltam, hogy na akkor ez biztos, hogy lesz, hanem csak úgy, hát persze megmutatom, és így lett az első kötet. Kritikai visszhangja nem annyira volt, ami őszintén nem lepett meg, mert egy nagyon kicsi kiadónál jelent meg,
Viszont a könyvbemutató az én nem is számítottam arra, hogy ennyien el fognak jönni, és hogy olyan emberek, akiket soha életemben nem láttam, és nem tudom, hogy kik azok, és így kérdéseket tettek fel, szóval ez így nagyon jó volt. Nagyon nagy szükség volna igazi, szakmai, hozzáértő, nagyműveltségű kritikusokra, de a mai magyar irodalomban ez egyre kevésbé van jelen, és egyre kevésbé jellemző, és ami, én nem tudom, hogy mit mondjak, hogy ez jó-e vagy rossz a pályakezdőkre nézve, de általában a lesújtó kritika leginkább őket érinti, mert őket úgymond könnyű kritizálni. És az elmúlt időszakban az volt tapasztalható, hogy a kezdőkkel szemben nőtt a rossz indulatú kritikák iránya. Tehát nem az van, hogy elolvassák, és elmondják, hogy milyennek gondolják, és hol lehet, merre lehetne elindulni, hanem sokkal inkább az van, hogy ütik-verik azt, aki kimeri dugni a fejét a fűből. Illetve ennek az éremnek a túloldalán pedig azt találjuk, hogy aki már kidughatta a fejét a fűből, és magasan virágzik, azt pedig senki nem meri megszólni, azt nem érik érdemben kritikák, tehát hogy nincsen egészséges kritikai közegünk, úgy látom. És igencsak szükség volna arra. Én is így látom, hogy a fiatalok köteteit bátrabban, vagy határozottabban, vagy szigorúabban megbírálják, ami egyrészt gondolom hasznos a számukra, hogy támpontot kapnak abban, hogy továbbiakban merre, hogy fejlődjön az írásművészetük, viszont az is probléma, hogy a befutott szerzőkhöz már úgy félnek hozzányúlni az emberek, és ezt így én is látom, hogy ha egy olyan szerző művét kell recenzálni, akiről nem nagyon mond senki rosszat, és én azt a könyvet nem szeretem, akkor azt most így hogy? És a kezdő vagy a fiatal szerzők esetében is az a fontos, legalábbis én így szoktam közelíteni, hogy előbb arra vagyok kíváncsi, hogy mi működik abban az ötletben, amiből kibontakozik a mű, mi az a kísérleti jellegű alkotásról van szó, mi az, ami benne működik. Nem lehet a szerzői szándékot azt kibogozni, de hogy az adott műkeretei között kell mozogni, vagy lehet mozogni, hogyha sikerült az alkotás, és akkor úgy onnan lehet tekinteni tovább. Az elmondottakból kitűnik, hogy nem könnyű belevágni az írói létbe. Ahhoz, hogy valaki egyáltalán bemutatkozhasson, aztán ismert és olvasott legyen, idő kell. És ez még mindig nem garancia arra, hogy az írásból el tudják tartani magukat és családjukat. De ez nem csak ma jelent problémát. Az írás tulajdonképpen sosem tartozott a legjövedelmezőbb szakmák közé. Nyári Krisztián irodalomtörténész szerint az utolsó olyan magyar író, aki minőségi szép irodalmat írt és ebből fényesen fenntartotta magát, az Jókai Mór volt. Nem hinném, hogy 30 évvel korábban meg tudtak volna élni csak az írásból, vagy csak a honorokból. Tehát úgymond mindenkinek van egy kenyérkereső szakmája, amennyi valamennyire érinti az irodalmi életét is. Tehát például van, aki reklámszövegeket ír, vagy a reklám szakmában helyezkedik el, valaki tanít, van, aki szerkeszt más, nem irodalmi orgánumokat. Ez problémás, mert hogy a számlákat fizetni kell, és valamiből meg kell élni, és ez legalábbis így 30 évesen a pálya elején ez nem működik. Tehát mindenképp kell, hogy legyen az embernek valamilyen rendes ember munkája mellette, ami úgy, ahogy stabilan segít megélni, ez szerint. Tehát, hogy ez nekem nem arról szól, és nem is ezt keresem bennem, mert ez szerintem ilyen egyértelmű, meg ezt így velem egykorúak, bárki elmondja, hogy ebből így megélni nem. Ez az egyetlen járható út, tehát persze van az az opció is, hogy akkor felveszem ezt a depressziós művész allűrt, hogy jaj, amit én csinálok, az nem kell senkinek, és jaj, bezzeg az IT-sek, vagy nem tudom, de hogy ennek sok értelme nincs. És szerintem ezt akkor lehet szívvel és lélekkel és
tiszta lelkiismerettel és flowban művelni, hogyha az ember tudja, hogy mi az, amit ettől várhat, és mi az, amit nem. De már rég rossz, ha az ember azért, tehát hogyha az embernek ezzel így anyagi céljai vannak. Én azt gondolom, hogy aki azért ír, mert írnia kell, az előbb-utóbb ezt elfogadja, hogy akkor úgy kell felépítenem az életemet, hogy mindig benne lesz ez a bizonytalanság, mindig nagyon-nagyon sok energiát kell fektetnem abba, hogy ennek az alapjait biztosítsam, és így ez igazából nem okoz nekem már frusztrációt. Nem is okozott úgy igazából. A kérdés, hogy miről beszélünk, hogy líráról vagy prózáról beszélünk, mert prózaírónak igenis már nálunk is elképzelhető halvány megélhetés, különösen, hogyha a majdani bestsellereket képes írni, akkor ez már nálunk is egy lehetséges pálya, de költőként semmi esély megélhetésre. De a költészetnek úgy érzem, hogy nem is ez a célja. A költészet az nem is válhat megélhetés alapjává, mert azzal elveszíti a varázsát. Ezt így érzem én, nem mindenki ért egyet ezzel a véleménnyel. Különösen a fiatalok nem értenek egyet vele, úgyhogy hajrá fiatalok, éljetek meg verseitekből. De ez mindenképpen egy probléma, amit nem most fogunk megoldani, hogy az író ember éljen-e vagy sem írásaiból, és hogy hova vezet az, hogyha megélni próbálunk belőle, és hova vezet az, ha meg sem próbálunk megélni belőle. Úgyhogy én azt mondanám, hogy erre a kérdésre én nem tudok válaszolni. Én a nem megélni írásainkból utat választottam, és úgy tartok ott, ahol tartok. Az itteni fenntartókat és támogatókat, állambácsit és állambácsikat borzasztó nehéz meggyőzni arról, hogy például a folyóirat szerzőinek honorárium szükségeltetik. Manapság ebben az egész erdélyi, meg romániai irodalom és kultúrában a fenntartók azt gondolják, hogy ez egy ilyen hazafias cselekedet, ez egy ilyen önkéntes, nem tudom micsoda, ezzel az ember úgymond tartozik, és tulajdonképpen a hatóság és hatalom tesz szívességet annak, hogy egyáltalán van nyomtatott betű. De az, hogy az ember tényleg mondatokat termel, és lapoknak dolgozik, és hogy abból egy decens létet tudjon biztosítani, az nem igazán megy. És akkor marad mindig ez az amatőrség, hogy ha ráérek, megírom a szöveget. Ha lesz időm, akkor befejezem a könyvet, elolvasom, és vakációban majd megírom a... Akkor gyerekek elmentek nyaralni, akkor vakációban megírom a recenziót, vagy nem tudom, csinált. Igen. Visszaértünk ide. Nem hiszem, hogy ez az a terület, ahol egy írással robbantani lehet, vagy nekem is azért hosszú időbe telt úgy felépíteni a, mondjuk az irodalmi kapcsolati hálót, vagy úgy szertenni valamilyen stabil pontra, hogy akkor most azt mondhassam, hogy én kritikus vagyok, vagy nem, igen. Kb. 6 éve publikálok, szóval az már egy idő eltelt, és kitartónak kell lenni. De vannak jó pillanatok, vagy lehet, hogy a szárnyalás abban van, amikor az ember rátalál egy szövegre, és akkor azt szereti elemezgetni, vagy gondolom az írók számára is, amikor összeáll valami, vagy az irodalmi eseményeken ott is lehet ilyen flow-ra találni. Gondolom, ebben van a szárnyalás szerintem. Első tanácsom az lenne, amit nekem is nagyon sokszor mondtak mindenképp, hogy mozdulja ki a komfortzónámból. Tehát ne várjak arra, hogy az én ajtómon kopogtassanak, és kiszedegessék a kézirataimat a fiókból, mert ez nem fog megtörténni. Itt az iniciatíva és a kezdeményezés mindenképp a szerzők részéről kell elkezdődjön. Hát ez van, írni kell, és el kell küldeni folyóiratokhoz, szerzőknek, kollégáknak. Megértem, hogy nagyon későn válaszoltak egy-egy szövegemre, és már néztem, hogy ó, ebből biztos, hogy nem lesz semmi. És pont ezért nagyon görcsös lettem, és legközelebb, amikor elkezdtem szöveget írni, már így szinte könyörögtem akkor Horváth Benzsinek, hogy ha rossz is, akkor is írjon valamit, csak hogy tudjam, hogy mi a helyzet. Ez nagyon frusztráló tud lenni egy fiatal számára, és egy kicsit oda is vágja az önbecsülésünket és mindenfélinket. De
Ja, ezzel együtt kell élni. Hát is van olyan, hogy most is megesik, hogy leadok egy szöveget, és a kollégák visszajeleznek, hogy itt és itt azért még dolgozzak rajta, mert lenne mit. Nulla dies sine linea, vagyis hogy ne teljen úgy el nap, hogy ne foglalkozzunk a szenvedélyünkkel, ebben az esetben az írással. Másrésztről pedig úgy gondolom, hogy feltétlenül meg kell mutatni, ha nem is blogon, vagy nem is folyóiratban, de mindenképpen rokonoknak, barátoknak, ellenségeknek, ismerősöknek, akiknek tudjuk és merjük, meg kell mutatni azt, hogy mivel foglalkozunk, mert nagyon fontos a visszajelzés. Nem biztos, hogy meghallgatja az ember, de azért, vagy hogy megszívleli, meghallgatni meg kell. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy amit mi művelünk, ahhoz mások hogyan viszonyulnak. Ellenben az is fontos, úgy gondolom, hogy amit gondolunk és amiben hiszünk, amellett kitartsunk. Kinek nagyon fontos, az ezután is fog írni. Akinek annyira fontos, azt agyonlőni se lehet. Úgyis meg fogja csinálni. Ezzel tudom biztatni a mai fiatalokat.